Köszöntöm alpolgármester urat, köszöntök mindenkit, aki elfogadta a meghívásunkat, elnézést, hogy a protokolltól eltérően itt ácsorgok a ülcsiken, de így látok mindenkit, meg remélem, hogy így a sípolástól, meg zörgéstől, meg mindentől azért mindenki hallja hangomat. Tehát még egyszer köszönöm, hogy ebben a iszonyat hőségben eltetszettek jönni. Nyilván mindenki kíváncsi, hogy hogy néz ki az új büszkeségünk, a karcagi gyógy és strandfürdő. Már hallottam befelé jövet, hogy alig tetszettek várni már, hogy elkészüljön. Ezzel én is pontosan így vagyok. Bár meg kell mondanom, hogy egy darab napot sem késtünk az eredeti pályázathoz képest. Mi szeretjük volna egy kicsikét korábban, hogy elkészüljön, de hát az adott és az ismert történések miatt ez nem jött össze, de gyakorlatilag nem késtünk egy napot sem, tehát a határidő, amikor át kell adni, az éppen június 21-e, pénteki nap, meg is fogjuk tenni. Hát sok minden megújult, itt a építkezés folyamán már nyilván tetszettek látni, hogy a beléptető rendszer is egészen más, egy új, modernebb, nyilván az egész épülethez passzoló kis építményről van szó. Már most mondom, hogy az igazi belépőjegyek, bérletek, hasonló alkalmatosságok június 1-től fognak életbe lépni. Tudnélik a július 1-től, bocsánat, mert június 27-én lesz testületi ülés, és akkor fogja elfogadni a képviselő testület az új díjszabásokat. Már most megnyugtatok mindenkit, hogy nagyon kedvezőek lesznek, megtetszenek látni. Remélem nem fog senki reklamálni, mert tényleg helyzetbe szeretnénk hozni a karcagiakat, hiszen a karcagiaknak épült alapvetően ez a strandfürdő, és nem ebből szeretnénk iszonyatos nagy bevételt szerezni, azzal, hogy megsarcoljuk a ide strandolni, úszni vágyókat, hanem az a célunk, hogy minél többen jöjjenek ide és érezzék jól magukat. Még egyszer mondom, ez július 1-től fölött életben lépni, addig a régi, erre a pár napra még a nyilván a testületi határok nélkül lesz nem változtatható, a régi díjszabások lesznek életbe léptetve. Tehát az átadás, az ünnepélyes átadás pénteken délután lesz megtartva, és azt követően a következő napon már szabadon látogatható ez a új, és véleményem szerint nagyon szép, és remélem, hogy majd egyet tetszenek érteni ezzel, új strandfürdő. Már itt ez a két medence is látható módon megújult, sok élmény elemmel bővült természetesen, hát azon túl, hogy az a betonkád az megszüntetni, és hát egy szép, modern két medencés rész alakult itt ki. Itt aztán bugyogi, csobogott, pezsegott sok helyen, megmondom őszintén, én már láttam, hogy melyik részek azok, majd ki tetszenek próbálni. A víz az dettó ugyanaz természetesen, ami a legfontosabb, tehát amiért eddig is szerettünk kijárni ide erre a strandfürdőre. Hát itt már azt is hallottam, hogy bizony a színpad az kicsike lesz, majd hozzá passzoljuk. Hát azt mi sem gondoltuk, hogy ilyen hatalmas nagy lesz ez a két medence, és természetesen most ez a bizonyos színpad eltörpül mellette, de ezzel lehet javítani, nagyobb színpadot lehet csinálni, úgyhogy lehessen továbbra is majd a különböző előadásokat, bármilyen formájú fellépéseket látni a medencéből továbbra is. Azt is észre lehet venni, hogy vannak olyan részek, ahol különböző nagyságúak, ezek a bizonyos kis padok, ülcsikek. Ez azért van, mert vannak hosszabb lábú, meg rövidebb lábú emberek, hogy mindenki kényelmesen tudjon elhelyezkedni, majd mindenki felfedezi azt a részt, ahol szerette tartózkodni, és természetesen majd az lesz a törzshelyek innentől kezdődően. Ide, erre az oldalra készítettünk egy ilyen árnyékoló részt is. Sokkal többet nem lehetett ide tenni, mert azért a víz és a fa az nincs nagy barátságban egymással, főleg ugye, amikor párolok, gőzölök télen, tehát ezt is kőkeményen le kellett védeni ahhoz, hogy hosszú életű legyen. Most minél nagyobb egy ilyen, annál többe kerül, meg hát azért a régi eredeti formátumát sem akartuk elvenni ennek a medencének. Tehát ez lesz az a két gyógymedence, remélem, hogy jól fog működni, és mindenki örömmel fog továbbra is ide járni.
Tehát itt vagyunk abban a részben, ahol a több medence is található. Hát kezdem akkor az egyik legfontosabbal, a tanuszoda ott van, ami nyilvánvalóan az úszásoktatást fogja segíteni. Egy folyamatosan mélyülő medencéről van szó, de úgy, hogy a hosszanti irányába, tehát nem, illetve keresztben nem hosszanti irányába, hogy mindenki, aki még nem tud úszni, az stabilan és biztonságban megtanulhasson. Nyilvánvalóan a testnevelők, edzők fognak majd itt szorgoskodni és okítani a gyermekeket, de akár a felnőtteket is természetesen, aki még nem sajátította ezt a nagyon szép sportágat el. Két medence található itt ezen a részen, ez mind a kettő egy úgymondozott dagonyázó, mi csak így hívjuk, tehát aki éppenséggel a úszásoktatás után vagy az úszás után egy kicsikét lazulni akar, ebbe a két medencébe teheti meg. Mind a két medencének tudomásunk szerint különböző lesz a hőfoka. Itt is majd pezseg, húgyog minden felől, és akkor ezzel lehet jobban ellazulni. Hát ez egy ilyen rekreációs két medence. Úgy próbáltuk kialakítani, hogy a térigényt ne növeljük, hogy az egyik a másikba lóg, de hát ez látványnak sem csúnya természetesen. És hát a legfontosabb, amiért elindult az egész maga, az uszoda, ami rövidebb lett, de alig-alig észrevehető, mert a korábbi az 33 méter volt, ez pedig 25 méteres lett, és ez a szabvány méret, tehát innentől kezdődően ebben a uszodában lehet bármilyen rövid pályás versenyt rendezni, akár fiataloknak, akár felnőtteknek, hiszen a rövid pályás Európa-bajnokság, világbajnokság is 25 méteres medencében zajlik, tehát ez egy abszolút hitelesített medence, amit itt tetszenek látni, és 6 pálya van, ami szerintem bőségesen elég ahhoz, hogy itt tényleg egy jó verseny lehessen megtenni. Természetesen ez a legmélyebb, mint uszoda, ez előírás is, hiszen a rajt az rajtkőről indul, és hát megfő mélységgel kell ahhoz rendelkezni, hogy ne fúródjon bele senki a medence aljába. Teljesen ki van csempézve, itt már nem fordulhat elő az, ami egy műanyag borítást, hogy az fölválik, az taposni kell belőle, alól a levegőt, hogy egyáltalán fele lehessen engedni vízzel. Nyilvánvalóan a legkorszerűbb technikával készült. Maga a sátor, az egy stabil és állandó sátor lesz. Tehát ez nem lesz lebontva, se télen, se nyáron. Azért kellett olyan módon megerősíteni és olyan vas traverszeket kialakítani, ami bírja a hóterhelést is, meg a szélterhelést is adott esetben. Az oldalfalak lesznek megnyitva a nyári szezonban, hogy járjon a levegő. Tehát ezek a, mondom így, plexi üvegek, hogy az ajtó tetejének a magasságáig kivehetők, és ezek ki is lesznek véve nyáron, télen meg ugyanúgy vissza lesznek helyezve, hogy a hőmérséklet az optimális legyen. Amit tetszenek látni, ezt a szellőző berendezés nem is egyet többet, ez levegő kibe fúj, nyilvánvalóan a hőmérsékletnek megfelelően. Hát ez már a gépészeti részhez tartozik. Középen találhatók a zuhanyzók, aminek a használata kötelező természetesen, és bevallom őszintén, azon gondolkozunk, nem biztos, hogy ott mindenkinek fog tetszeni, de a komoly helyeken, ezt így szokták, a úszodába nagy valószínűséggel csak úszó sapkában lehet majd bele battyogni, mert ugye ez már csak így tudat. Engem nem fog zavarni, az biztos. No, hát, ha van kérdés, akkor tessenek föltenni. Még annyit hagyd mondjak, hogy az egésznek a kialakítása természetesen még most is folyamatban van. Az, hogy milyen virágok legyenek itt, meg még mennyi virág legyen, az még ezután fog kialakulni. Ott már lehet növényeket látni. Én még szeretnék többet, ilyen-olyan pálmát, hogy még látványosabb legyen természetesen. Hogy a megfelelő személyzet ehhez a gyönyörű részhez meg lesz-e, aki vigyáz arra, hogy az úszodában ne ugráljanak a gyerekek a fejünkre, hogy az úszósapka legyen, hogy rendesen tudjunk úszni. Természetesen igen. Na most az emberi butaság azért határtalan, azt tudjuk nagyon jól,
mindenki mellé egy külön személyi őrt nem lehet állítani, de én azon vagyok, hogy a lehető legtöbb kerüljön ide, pontosan ez kibe kell, de hogy nincs mindenféle atrocitás nélkül lehessen megoldani itt. De én azt kérem az állandó idejáróktól, a törzstagoktól, hogy tessenek nyomást gyakorolni azokra a személyekre, figyelmeztetni bátran, akár vagy a biztonsági őrnek szólni. Természetesen a sport, a külső részek is most készülnek a röplabda pályától kezdődően ilyen-olyan játékokat elnézni, a gyereknek sem fogunk elfelejteni. Folyamatban van, folyamatban. Javaslom, hogy nézzük meg a kiszolgáló helyiségeket, tessenek parancsolni. Nagy szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. A mai napra meghirdettünk egy lakossági bejárási lehetőséget a pénteken átadásra kerülő strandfürdőre, és hát nagyon-nagyon örömömre közel 100-an látogattak el, ez is mutatja, hogy óriási az érdeklődés az új strand iránt. Körbejártuk, ahol új építmények vannak, új medencék vannak, azt mind bemutattam. Kérdések is voltak természetesen, aminek külön örülök, hiszen azokból lehet okulni, tanulni, és úgy sikerült bemutatni a strandot a nagy közönségnek száraz ruhában, még nem fürdőruhában. Úgy láttam, hogy elnyerte a tetszésüket, mert nagyon sokan mondták, hogy nagyon szép, nagyon jó, nagyon örülnek, nagyon várták már, úgyhogy úgy gondolom, hogy közmegelégedése fog szolgálni ez a strandfürdő a karcagi lakosok számára. Pekán Lászlótól kérdezem, hogy tetszett a bejárás során az új létesítmény? Gyönyörű, remélem, hogy ezt már megérdemelt a karcagi lakosság. Nagyon nehezen szültük meg, de tudjuk, hogy anyagi problémák, rossz vállalkozások vannak, meg biztos lesznek is, de nagyon szép, tehát kibírtuk, és a jövőnek is kívánjuk, hogy sokáig tudjuk használni, mert nem tudok csak csodálni mindent, mert minden szép. Mi itt töltöttük a nyarainkat a gyermekeinkkel, tehát mi nekünk megfelelt annak idején, ami még nem volt nagy elvárás, mert volt az első egy medence, én még azt is megértem, és itt voltam az első kapavágásnál, hát ezt soha el sem tudtam képzelni álmomban se, hogy egy ilyen gyönyörűséget kapunk majd valaha, mert ezt tényleg még álmon is tudta az ember, mert ez valóban nagyon szép. Hát akkor töltsön itt még nagyon sok időt a családdal, és élvezze az új medencék adta lehetőségeket. Köszönöm szépen, és ezt kívánom minden karcagi lakosnak. Kun László apaként, testnevelőként és úsztás oktatóként is nagyon vártam el, hiszen beszéltük az előbb, hogy ezt most mindig három minőségben szólaltatjuk meg. Úgy látom, hogy nagyon örül, tehát csillog a szeme, tehát már látom, hogy tervezi, hogy mikor indul az úszás oktatás. Nagyon vártuk, mint tanár az év végét, hogy elkészüljön ez a medence. Apaként is, sportemberként is, mert még annak tartom magam, és ugye edzőként, oktatóként egy hatalmas lehetőség nyílt számunkra, tehát egy hatalmas űrt töltött be most ez a új medence, új létesítmény itt a karcagi sportban, a Karcagi Sport Egyesület úszó szakosztályának új lehetőséget biztosítva. Bízom benne, hogy eredményesen tudunk dolgozni, és egy kicsit a technikai feltételek bővülésével nagyobb lehetőség nyílik, tehát nem egy korosztályra vagyunk most már beskatujázva, hanem gyakorlatilag szélesedik a paletta. Igazából rajtunk múlik, hogy mit tudunk kihozni a karcagi gyerekekből, Karcag lakosságából. Tehát én azt mondom, hogy 0 és 99 éves kor között szeretnénk itt látni Karcag lakosságát, apraját, nagyját, és hát próbáljuk, már ugye szemem csillog a tervezés szempontjából, hogy hát rengeteg versenyt szeretnénk idehozni, megyei diákolimpiára gondolok én, roppant sok munka van vele, de én úgy gondolom, hogy nem csak a karcagiaknak, hanem a megyének, sőt szerintem az egész ország láthatja, hogy azért egy ilyen kemény gazdasági helyzet után mégis mit tudunk teremteni, és ezt meg kell őriznünk. Én akkor azt kívánom, hogy legyenek szép szakmai sikerek, és akkor tényleg beszélhessünk arról, hogy itt különböző versenyek vannak, és dobogón pedig karcagi versenyzőket fogunk köszönteni és gratulálni neki. Dolgozunk rajta, és nem ígérem, de szerintem lesz eredmény. Szendei Zoltán már megnézte az új létesítményt, mennyire tetszik?
Hát megmondom őszintén, ez vártam föl érintett engem, mert az előző kis rendszer az még akkor épült, mikor én gyerek voltam, 8 éves, és ez ahhoz képest tényleg a 21. századnak megfelelő létesítmény. Csodálatos minden, tehát lényegében azt is el tudom mondani, hogy hirtelen nem is tudnék mindent elmondani, amit szeretnék. De akkor ezek szerint rendszeres látogatója is lesz majd Restaurantnak? Hogy, ez természetesen. Hát gyakorlatilag Karcagon a termálvíz miatt az embereknek ez én szerintem egy ilyen napi szükség, vagy életvitelszerű dolog. Hát akkor érezze itt jól magát. Ó, nagyon szépen köszönöm, és biztos, hogy így is fog lenni. Szatmári Jánosénknak elkészült tételmét is megtekintették most az első látogatók. Hogyan állnak most a nyitással, hiszen legutóbb arról beszéltünk, hogy hamarosan a nagy közönség is megkóstolhatja az itteni ízeket. Hát lényegében hadrafogható, mint akkor ígértem az étterem. Jövő héten hétfőtől folyamatosan itt főzünk kint. Akkor sikerült megvalósítani, amit terveztek, és mit szóltak most a látogatók? Tehát ők még azért először jöhettek be, meglepődtek? Hát igen, nagyon meglepődtek, mert ez kívülről nem látszik, hogy ilyen állapotban van, meg egy látvány étterem van, ahol lehet látni, hogy a szakács mit készít, meg miből. Milyen specialitással készülnek, hiszen azért mindig szokott lenni valami specialitásuk. Hát erre így nem készültünk, hogy külön, hanem meg kell először is a kunsági ételeket szokatni újból az emberekkel, és akkor ezekkel próbálkozunk. Önt ismerve azért gondolom, hogy egy kis grillezés, egy kis másfajta ételek is étlapra fognak majd itt azért kerülni. Hát igen, megpróbálunk. Minden olyan újdonságonak nem lehet mondani, mert lényegében már régen van a grillezés is, meg a párolások, ezek az ételek régen vannak. Újból megpróbáljuk a kunsági ételeket létrehozni, megszokatni az emberekkel, és majd látjuk, hogy milyen lesz rá az igény. Akkor én azt kívánom, hogy legyenek jó vendégeik, akik végig kóstolják az étlapot, és sikeres legyen ez a vállalkozás is. Jó, hát nagyon szépen köszönöm.